Szervusztok, kedves hallgatók, ez itt az Önkényes Mérvadó, Horváth Oszkárral, Inyés Gergővel, Puzsér Róberttel. Beszélgessünk a romantikus zseni étoszáról. Arról a zseniről, amit meghirdetett a romantika. Ugye a romantika az annak az élményében dagonyázott, hogy... A romantik együttesre gondolok? Nem a romantik együttesre gondolok, hanem a romantikára, az utolsó nagy átfogó korstílusra gondolok, ami a 19. századnak a derekán élte a fénykorát. Magyarországon mondjuk a Petőfi meg a Jókai, az, akit itt így lehet említeni, mint a nagy romantikusok, vagy a világirodalomban a Victor Hugo, vagy a Lord Byron, vagy a Keats, Shelley és társai. Talán festészet az egyébként egy nagyon, nagyon erős műfaja volt a romantikának. Nem, az irodalom. Talán az elnevezés onnan ered, vagy a festészetben jelent meg legelőször. Minden esetre az, hogy egy korstílus, átfogó korstílus, tehát hogy korstílusnak nevezzük, az azt jelenti, hogy minden egyes művészeti ágban van belőle. Tehát minden egyes művészeti ágban alkotott a romantika. És képviselteti magát a romantika. És tény, hogy a romantikának volt egy ilyen zseni kultusza. Na hát ugye igen. Kereste az egy emberben összpontosuló képességet, amit az Isten helyére állíthat. Igen, mert hogy ugye a felvilágosodás keretében az ember megölte az Istent, hogy Nietzsével szóljunk. Az Isten halott, de még él a Pán. Ugye? Még él a természet. Még talán valami menthető. Az Isten helyére kell állítani valakit, és senki nem fogja észrevenni a változást. Tehát, hogy gyorsan ugorjon be valaki az Istennek a megürült helyére, és erre a célra találta ki a romantika, a zsenit. Ugye? Már Nietzsche meghirdette ezt az Übermenst. Hát Nietzsche későbbi egyébként, mint a romantika. De ettől függetlenül a Nietzsche erre reflektált. Tehát, hogy a zseni az nem véletlenül alakult ki, egyébként maga Nietzsche be is töltött a maga karakterével ezt a megürült pozíciót, amit az Isten hagyott. Ami jól utal, hogy ez művészeten túlmutató korszellem volt, tehát hogy a tudományra, a filozófiára is kiterjedt. Igen, ez átfogó, tehát ugye igazából a felvilágosodás még a romantikánál is átfogóbb, mert a felvilágosodás nem pusztán egy korstílus, a felvilágosodás az egy eszmetörténeti áramlat, aminek a tudományra ugyanúgy van ráhatása, mint akár a művészetekre. Minden esetre, ha azt keressük, hogy mi felel meg a művészeti stílusban a felvilágosodásnak, akkor az alig, hanem a klasszicizmus. A romantika azért hozta be a zsenit, és azért kezdte el kultiválni a zsenit, mert egy kozmikus űr keletkezett az Isten helyén, és az be kellett tölteni valakivel. És csak egy megjegyzés egy paradoxonról, hogy ezek a zsenik, ezek egyfajta messiásként tűntek föl az adott művészeti területen, az adott tudomány területen, viszont egy Isten nélküli világnak a messiásai. Ez valahol paradox. Hát abszolút, de valójában arról van szó, hogy a minták, a megváltástanok, azok megmaradtak a kereszténységből, visszamaradtak ránk, ugyanakkor az Isten az meg már kikerült a képből. De nem baj, mert a romantikus zseni majd betölti ezt az űrt, és képes lesz rá, és tulajdonképpen a Nietzsche az ennek az ideológiáját alkotta meg az Übermenssel, ezzel a fogalommal, hogy az ember megistenül, és az Isten helyére lép. És ugye ez a zseni. A zseni a burjánzó képességek által ember felettivé váló ember. Tehát, hogy az embert mi emeli az ember fölé, az isteni szférába, a romantika szerint, a burjánzó képességek. Tehát semmiféleképpen sem valamiféle normalitás, valamiféle kiegyensúlyozottság, valamiféle stabilitás. De nem is emberfeletti képesség, vagy csoda, vagy szuperhíró kvalitás, hanem ugye már felvilágosodtunk. Úgyhogy legyen ő ember, de mindenkiből a legjobb puzzle darabokkal. Vagy úgy is el lehet ezt mondani, hogy még korábban Isten egy világító torony volt, addig sok kicsi ilyen gyufaláng, vagy szalmaláng, amelyik nagyon nagy villanásra, egy pillanatra felvillan. Ugye, ha akár fényes nappal a szemed előtt gyújtanak meg egy gyufát, az egy pillanatra, egy nagyon pici pillanatra fényesebb a napnál, és aztán elmúlik persze, és hát egy világító toronynál mindenképpen fényesebb, de nagyon rövid ideig. Szóval, hogy kell egy vezér,
kell egy vezér, aki vezeti a világot, mert a világ elistentelenedett, vagy hát elanyátlanodott, vagy apátlanodott az Isten gyilkosság nyomán, amit ugye Denis Diderot végzett, aki ez egyébként egy nagyon erős mém, aminek tulajdonképpen az ateizmus a következménye. Diderot mondta ki, a felvilágosodásnak az egyik atya is, hát az enciklopédia főszerkesztője, hogy Isten egy hazugság. És ez a mondás, ez a kijelentés egy annyira erős mém lett, amit a felvilágosodás a szárnyaira kapott, és ez aztán végig söpört az egész bolygón, és elvégezte azt a műveletet, vagy hát betetőzte azt a műveletet, amit hát a felvilágosodás az enciklopédiával, az amúgy istenhívő Rousseau-val is, az amúgy istenhívő Voltaire-rel így elkezdett. Azt így Diderot betetőzte ezzel. És az ember, az istentelenül maradt ember elkezdett vágyni egy vezérre, aki az Isten helyére lép. És ez a zseni, ez a 19. század derekán már jó pár inkarnációt megért. Ilyen Petőfi. Petőfi abszolút ilyen. Tehát Petőfi az a klasszikusan ez a romantikus zseni. Minden elemében teljesíti azt, amit egy romantikus zseninek kell, és annyira hitt ebben az étoszban, annyira hitt ebben a szerepben, hogy meg is halt érte. Tehát, hogy ő, Petőfi, rendesen végigcsinálta ezt a programot. Ő a zseni, aki feláldozza az életét, és ezzel megváltja az emberiséget, az emberiség szabadságát. Ez ugye egy krisztusi mém, tehát ugye ez egy az egyben a krisztusi mém van átemelve, és tényleg belegyalogolt a halálba Segesvárnál, mert ő már pedig fölvállalta, hogy ezt a romantikus, mert mekkora ereje lehet, gondoljál bele egy ilyen tannak, mekkora ereje lehet egy ilyen étosznak, hogyha Petőfi, vagy Lord Byron, hogy más példát nem mondjak, aki a görögök szabadságáért áldozta az életét, de ha éppen nem a görögök szabadságáért, hanem mondjuk az albánokért, föláldozta volna azokért is. Milyen jó jött neki, hogy épp jön egy szabadságharc, bár az, hogy ezek a szabadságharcok ekkor törtek ki, ezek a forradalmak ekkor törtek ki, az sem véletlen. Az sem véletlen. Nem véletlen, mert a romantikának amúgy is ismérve a nemzeti öntudat keresése. Igen. Tehát visszanyúl a folklórhoz, meg nemzetieskedik. Azt mondod, hogy nem csak az nem véletlen, hogy forradalom volt, vagy szabadságharc volt, hanem még az sem véletlen, hogy ez egy nemzetiségi típusú forradalom volt. A korábbi, mondjuk Habsburg nem nemzetiségi alapú birodalmon belül egy nemzetiségi... Nemzeti függetlenedés, és nem terület, meg pénzszerzési, és erőszakolási, és falugyújtogatási célú. A romantikus ember szorong az Isten nélküli világban. Elviselhetetlennek érzi az Isten nélküli világot, ezért el kell vonulnia előle. Vagy a fantázia világába vonul, ugye, mint a Swift a Gulliverrel, vagy a történelmi múltba vonul, ugye Arany Jánosnak a Buda halála nagyon jó példa erre. Valamerre el kell vonulnia egy olyan helyre, ahol még intakt a világ, ahol még érintetlen a világ. És ugye a megváltás, a forradalom, az Krisztusnál még egy belső forradalom, egy belső lelki forradalom, az itt a romantikusoknál már egy külső forradalom. Már a társadalomban kell megvívni. Már fegyverekkel kell megvívni a zsarnokok ellen. Az egész konfliktus a krisztusi értelemben vett belső forradalom ki lett szervezve, ki lett projektálva a világra, és ugye a Szent Szövetség az a sötétség erőit testesíti meg, a népek szabadságvágya az pedig azt a romantikus eszményt, hogyha ezek a népek végre felszabadulnak, és végre önrendelkezőek lesznek, akkor a világ összes problémája megoldódik, és valahogy helyrehozzuk ezt az Isten gyilkosság dolgot. Valahogy föltámasztjuk az Istent, ha máshogy nem, egy ilyen zseninek a képében. Egy ilyen zseninek, aki majd a burjánzó képességeivel megváltja az emberiséget. Azt írja az egyik SMS író: mi van a világító toronnyal meg a gyufaszálakkal? Nem vagyok zseni, nem értettem. Elnézést, hogyha nem mondtuk értetően. Én arra gondoltam, hogy a korábbi világkép az úgy nézett ki, hogy van mondjuk Isten, mint egy világító torony, ahonnan áramlik felénk a jóság, vagy akár az erkölcs, vagy akár a tudás, valamilyen nagyobb dolog tudása,
és ebből valamennyi eljut hozzánk, ha távol vagyunk, akkor kevesebb, ha közelebb lépünk, akkor több, valamennyi jut belőle. Zárójeles megjegyzés, ezt azért szeretem nagyon ezt a világítótorony hasonlatot, mert ugye nincs benne sötétség, nincs benne gonoszság, csak a fény valahova már csak kevéssé jut el. Tehát, hogy nem egy olyan kettőségben képzeli a világot, hogy van a jó meg a rossz, hanem úgy, hogy van a jó, ami valamennyire eljut valahova. És én az előbb csak annyit próbáltam mondani, hogy ugye lekapcsolták a világítótornyot, lekapcsoltuk a világítótornyot, vagy ráraktunk egy lepedőt, vagy egy takarót, vagy besúgtuk a szemünket arra felé, lehet, hogy elfordultunk, nem tudom. Nyilván én Istent egy kulturális terméknek tartom, ilyen szempontból Diderotval nagyon súlyos vitáim lennének, abszolút nem hazugság. Viszont a gyufa az azt a zsenit jelenti, aki egy pillanatra oda akar lépnie, mint világítótorony, de hát ha egy pillanatra nagy is a fénye, nagyon-nagyon rövid ideig tart, nagyon kevéssé alkalmas arra, hogy minket átvezessen valamilyen Szküllán és Karübdiszen, hiszen ha oda nézünk, akkor lehet, hogy egy pillanatra nem látunk, annyira vakító, annyira csodálatos, utána megint sötét van, talán még sötétebb, mint hogyha ő föl se lépett volna. Úgyhogy így ezt próbáltam az előbb ezzel a bot csinálta hasonlattal. És a Robival nem vitatkoznék, talán inkább kiegészíteném, hogy onnan fogtad meg a zseni, ugye, hogy Bonnie Tyler is mondja, ugye a hősre van igényünk, tehát hogy ezt az igényt, hogy a társadalomnak hatalmas igénye van ezekre a figurákra, de valójában egy új dolog is történt. Voltak mindig is emberek, akik már amikor egy 50-150 fős törzsbe éltünk, akkor is szerettek kiállni a tűz elé, és elmondani a meséket, és szerették azt a fajta népszerűséget, hogy egy pillanatra mindenki rájuk figyel. Ezeknek hatalmas tér adódott. Tehát, hogy ez kettős ez a történet, nem csak az embereknek volt szüksége ezekre a gyufaszálakra, hanem rögtön magukat elkezdték foszforozni ezek az emberek, és ezerrel égetni. Tényleg Petőfi ennek egy magyar szinten a legismertebb példája. Itt írja is valaki, hogy a romantika hozta be a hősieség egy új perspektíváját, ahol nem a személyes megdicsőülés a cél, hanem egy nagyobb egyetemes cél. Ez persze igaz, de nem látjuk Petőfi sorsában is, hogy ebben valami végtelen egoizmus is van, amikor azt mondja, hogy én leszek a nemzetnek az a költője. Én vezetem a népet a Kánoán felé. Igen, új Mózesként állítja be magát, igen. Új messiásként állítja be magát, vátesszként, aki látja az igazat. És ezért a proféciáért akár meg is hal. Na most, csak ez a nagy kérdés, hogy a népért hal meg, vagy pedig az önmaga világmegváltó étoszáért hal meg, hogy azt beteljesítse. Nem olyan a romantika ezzel, hogy új eszme, nagy érzelmek, és akár meg is halunk érte, mint egy szekta működése? Ahol, tudod, olyan, ahol elhintünk egy ilyen saját mitológiát, és a végén együtt leugrálunk a szakadékba, mint a lemingek. Csak itt legalább nem másokat vesz rá pusztán, egyébként nyilván rávesz másokat is, hogy a szabadságért áldozzák életüket, mert ezért olvasták el nekünk mindig ezeket a verseket, meg ezért verték a fejünkbe, ha tetszik. Abszolút, tehát a romantikának romantikája van. Igen. Tehát, hogy a romantika az soha nem fog kibenni a divatból, az örökké romantikus lesz, és ugye a romantika, kétféle romantika van. Van az aktív romantika és a passzív romantika. A passzív romantika az, amelyik elvonul a világ elől, vagy a fantáziába, vagy a régmúltba. A splimbe, a diliházba. Igen. Ő a világgal nem akar kapcsolatba kerülni, ő ezt az egész problémát, ami az, ugye az istengyilkosság, ezt ő lefolytja. De azért megírja ezt, meg nem bírja ki, hogy ezt ne hirdesse, szóval én itt is azt érzem, hogy mindig egy picit kilóg a lóláb, nem? Az aktív romantika, az, amelyik azt állítja, hogy a világban odakint van a problémák forrása, nem belül. Nem a belső világban van a problémák forrása, hanem a külső világban. Kint kell a világot megváltani. Ugye, mintha kintről hiányozna az Isten, nem belülről. Igen. És egyébként a Dosztojevszki a Bűn és bűnhődésben pontosan ezzel fordul szembe.
ugye, az egy nagyon romantikus elképzelés a Raskolnikov részéről, hogy ő neki most itt szabad átgázolni akárkin, szabad meggyilkolni az öreg asszonyt, mert ő többre hivatott, mert ő az übermensch. Hát ugye? Ez, hát, hogy itt a romantikának... De le is zárja Dostojevszki ezzel a romantikát. Abszolút, abszolút. Meg is fosztja a glóriájától teljesen. És a Dostojevszki jelzi, hogy nem. Nem odakint van a probléma megoldása, és odakint soha nem lehet megoldani a problémát, mert hogyha le is győzöd a zsarnokot, a zsarnok helyére új zsarnok képződik, mert a belső zsarnokot nem győzted le. Tehát a megoldás az nem a külső forradalom, hanem a belső lelki forradalom, az erkölcsi forradalom. Egy SMS, ezért ment Che Guevara, mert hogy a forradalom szót kimondtad, és hát kimásjuk eszébe egy mai 60-as évek popkultúrájából táplálkozó fiatalnak, ezért ment Che Guevara Bolíviába, csak megszívta, mint tudjuk. Na, hát bocs, megszívta? Vagy beteljesítette a sorsát? Na igen, akkor Petőfi is megszívta, ilyen alapon, meg Lord Byron is megszívta. De ugye, értjük, hogy 1848-ban, amikor a mi forradalmunk zajlott, akkor adták ki a kommunista kiáltványt. Pontosan abban az évben, 1848-ról beszélünk. Tehát Marx, a marxizmus maximálisan a romantika terméke. Tehát ennél romantikusabb nincsen, mint Marx, aki azt mondja, hogy a termelőeszközöket igazságosan kell elosztani, és a világ meg lesz váltva. Elvégzem én a krisztusi munkát azzal, hogy igazságosan elosztom a termelőeszközöket, és mindenki a képességeinek megfelelően fog részesülni a közjavakból. Egy picit vitatnám ezt, szerintem az jellemző, hogy amikor van egy korstílus, és az a csúcspontján van, valahol az a március, vagy az a tavasz, amikor nem csak Magyarországon, nem csak Budapest, illetve akkor még Pest-Budán volt forradalom, hanem egész Európán végsöpört, az a csúcspontja volt a romantikának politikailag. Általában az ilyen csúcspont az egyben egy következő kornak az első pontja is, hiszen megjelennek azok az emberek, akik valahogy már elkülönbözni akarnak ettől. Tehát én egyébként a kommunista kiáltványt nem a romantika termékének, maximum egy arra adott válaszreakciónak tartom, már csak azért is, mert a romantika az szélsőségesen individualista. Szélsőségesen még a kommunista kiáltvány már nevében is kollektivista. Világos. A romantikus zsenikultusz egyik mai félreértelmezése szerintem a te önmagadban is értékes vagy, meg individuum proli mantra, írja a hallgató, amivel boldog-boldogtalan nyugtatja magát. Legalábbis azt vettem észre, hogy az irodalom órán csak ez maradt meg sokakban a romantikából. Na igen, ez az individualizmus. És ugye hova fut ki ez a zsenikultusz, ez a nagy zsenikultusz? Hitlerbe. Ez a zsenikultusz, ez, amit a romantika meghirdetett, ez Hitlerben kulminálódik. De nagyot ugrottunk. De az én számomra ez a napnál világosabb. Hitler az eljövő. De legalábbis a világító toronynál. Igen, Hitler az, aki eljött és megváltja a történelmet. A világító toronynak megfelel, mert odaáll az emberek elé, és azt mondja, hogy na akkor én vagyok az, gyertek utánam, és mindenki megnyugszik, hogy jaj, végre akkor megmondják, nem nekem kell gondolkodni rajta. Föltámadt az Isten, akkor mégse öltük meg, akkor ez csak egy rossz álom volt. Eljött értünk a romantikus zseni képében, a nép élére áll, és elvezet minket a tökéletes világba. És Hitler tényleg alkotott egy teljesen komplex mitológiát, amiben beágyazta saját magát és a saját hitlerizmusát, meg a saját ideológiáját, és megalkotta a megváltástant is, ami hát így Stalingrád alatt kicsit bedőlt, de tökéletesen... Majd a kárhozatot. Tulajdonképpen... Egyébként. Igen, mert igazából a romantika az a művészetben, a tudományban és az etikában egyaránt egy univerzális igénnyel lépett fel, és Hitler ezeket egyesítette. Új művészetet, ez a propaganda, új tudományt, ez a náci tudomány. Hát igen, ez a tudományos fajelmélet, és új erkölcsöt. Ez pedig hát ez egy ilyen új pogányság hirdetett. Tehát, hogy ő, a Hitler
tényleg minden vonatkozásban felülírta az addigi kulturális kánont, és valójában Hitlerben csúcsosodott ki, és vált a romantika a legvégső pontjává a második világháború végére, és gyakorlatilag onnan hanyatlott le, és annak ellenére, hogy azóta is élnek ezek a romantikus toposzok, meg ezek a romantikus mémek, és még ma is azért vannak zsenik, akikért rajongunk, meg tehát, hogy a romantika itt él velünk továbbra is, ugyanakkor azt érezzük, hogy azzal az univerzális igénnyel már soha többé senki nem fogja merészelni, legalábbis nem egy hamar megpróbálni megváltani, vagy komoly képpel azt mondani, hogy ő megváltja az emberiséget, ahogyan azt Hitler tette. Ugye ez kiégett, Hitler kiégette ezt. Az van, hogy a Petőfik politikailag használhatatlanok voltak. Egy olyan valaki, aki másfél év alatt gyakorlatilag a politikai teljesítményét lenullázza olyan értelemben, hogy meghal, és ezért nem megválasztható, és nem alkalmas vezetőnek, az nem jó. Az nem jó. Hát 4 évet ki kéne legalább bírni. Úgyhogy ezért lépett túl a világ a Petőfiken politikailag, és jöttek hosszú Sztálin korszakok, egy nem annyira rövid Hitler korszak, stb. A romantikus zseni étoszáról és mítoszáról, meg a következményekről, a nagyon súlyos következményekről beszélgetünk. Valakit kifogásolta az SMS-ében, hogy az irodalom óráról a legtöbb embernek a romantikával kapcsolatban csak ennyi maradt meg. Azért árnyaltan kell nézni a dolgokat abban az értelemben, hogy a felvilágosodás a maga idejében, például a felvilágosodás egy óriási szellemi újdonság volt akkor, előtte ezt senki sem gondolta, senki sem merte gondolni. Ugyanígy a romantika, a romantikus hős figurája, a zseni, az egy újdonság volt. Tehát az, hogy nevesített művészekért rajongunk, ez előtte nem létezett. Nem léteztek a sztárok, ugye Petőfi egy sztár volt ebben az értelemben, egy csillag. Abszolút, de a sztár is a romantikus zseninek az étoszából nőtt ki. Tehát ez a sztár, aki ma, aki fölöttünk több nálunk. Áll, több nálunk, és Isten helyére áll, ha kell. Én csak azt mondom, hogy ez a gondolat attól, hogy most már láttuk ennek az árnyoldalát, attól ez még egy hatalmas nagy újítás volt, és nagyon nagy dolog. Írja nekünk Pap Sándor Zoltán, hogy zseni lehetett Verne Gyula Némó kapitány figurája, technológiai fölénye van és sajátos erkölcsi hozzáállása az emberiséghez. Abszolút, mindenképp, abszolút. Mindenképp, de Verne Gyula ráadásul, vagy Jules Verne, ugye már a Némó kapitányt ilyen kétarcú figuraként láttatja, tehát ő egy picit már tovább lép, amikor azt mondja, hogy ezzel a figurával azért nagyon nagy gáz is van. Jobb lesz vele vigyázni. Igen. És a fikcióba helyezi bele, a science fictionbe, mert úgy érzi, hogy keressük ezt a karaktert, de a fantáziában fogjuk megtalálni. De nem véletlen, hogy a fantasy, maga a fantázia világ, maga a fantasynek a műfaja is egy romantikus műfaj. Semmi sem olyan romantikus, mint a fantasy egyébként. Sajnos írja nekünk VG, a kedves hallgatónk, sajnos a Trump jelenség épp a romantikus zsenit idézi megint, mint Hitler, csak még nem tudjuk a végét. De ez csak egy mém. A Trump jelenség a romantikus zsenit idézi, de hát emlékezhetünk, hogy az Obama jelenség is a romantikus zsenit idézte, ugyanígy. A Obama is ugyanezt kínálta, hogy én vagyok a változás. Ha rám szavazol, én megváltoztatom neked a világot. Egy különleges ember, egy olyan, mint még sose volt. És aztán, amikor kiderült, hogy ez egy szélhámosság volt, jött egy újabb házaló szélhámos, és azt mondta, hogy nem ő a változás, hazudott, én vagyok a változás, mondja Donald Trump, és 4 év múlva, legkésőbb 8 év múlva ugyanezt a következtetést fogjuk tudni levonni, hogy nem ő volt. Tehát, mindig benézzük, hogy a change az nem változás, hanem apró pénz. Igen, csak váltani szeretne. És lesz olyan, amikor valaki kiáll, hogy én ugyanúgy fogom csinálni, nem fogok változtatni. Ilyen. Marad, minden ugyanúgy marad. Vivát, bravo! Nem ebben a világkorszakban, attól tartok. Szóval, hogy Hitlernél nincs romantikusabb, tehát nincsen romantikusabb figura, mint Hitler. Az egész roma... Például, amikor meghív egy vacsorára, a Hitler... berak valamilyen lágyan szóló... meggyújt egy gyertyát, Richard Strauss... kibont egy kabernét? Zenét. Szóval, hogy Hitler, minthogyha egy személyben adott volna választ az összes kérdésre, amit a romantika felvetett. Egyébként a Marx sem érte be ennél sokkal kevesebbel. Igen, a Marx önmagát nem helyezte olyan mértékben fókuszba, ezt később tették meg, ugye nagyjából Lenin idején, amikor ilyen szentháromságot is rögtön kreáltak, hogy Marx, Engels, Lenin,
Tehát, hogy kellett ezekből az alapító atyákból valamit kreálni. Maga Marx nem volt maga politikai vezető. Nem, sőt, több volt annál. Sőt, életem második felében, ha jól tudom, elhatárolódott valamilyen mértékben a korábbiak, bár ezt nem tudom, ez kicsit zavaros a tudásom. Lehet, hogy a szellem és a Lenin a lélek, és az Engels a test. Hát nem tudom. Semmiképp. Nem. Semmiképp. Egy Hitlerrel való romantikus randevún. Szóval, hogy jó lenne leszámolni ezzel a hazugsággal. Azt mondja, azzal a hazugsággal, hogy a burjánzó képességek azok bárkit is kiemelnek a tömegből. Hogy bárki is többet ér attól, mert nagyobbak a képességei, vagy alkalmasabb a vezetésre. Nem. Ez két különböző dolog. Többet ér a tömegnél, de nem ér egy vezérfonalként, egy világító toronyként annyit, mint egy ember életénél nem ér többet az élete. És egy ember élet szerepét kívánod most felszámolni? Nem, igen, pontosan, nincs ilyen. Tehát ez egy hazugság. Hazugság a zseni. Hazugság, hogy a burjánzó képességek azok vezetővé tesznek, vagy vezetésre alkalmassá tesznek valakit. Nem. De szellemi vezetőnek se, vagy csak politikai vezetőnek? Nem. Én azt gondolom, hogy senki sem zseni. Mindenki be van csatornázva egy szellemi áramlatba. Menjünk, Eri, hagyjuk itt. Igen, most akkor. Robi, nem tudom, hogy észreveszed, de ezt az adást azért hallgatják tömegek, mert hisznek a romantikus zseni étoszában és mítoszában. Hát nagyon-nagyon, és Puzsé Robertet tartják a romantikus zseninek, aki persze tévednek. Kicsit elviselhetetlen, mint általában a romantikus zseni. De nem igaz, ez egy lelkű proféta. Nem, mert a Puzsér sem a puzsérság az millió összetevőből áll, millió embernek a véleménye, amit a Puzsér integrált, millió hatás, ami a Puzsért érte, akár a Terészedről, akár az Oszi részéről, akár a FAM, a Tasnádi, a Nyári Gábor, a Gödri Bulcsú, a Magyar Dávid részéről. Te több vagy egy személynél, mindannyiunk összességeként. Nem. Arról van szó, hogy senki sem zseni. Senki sem hordozza a lángot. Sem a lelkében, sem a kezében. Okay. Arról van szó, hogy mindenki be van csatornázva egy szellemi áramlatba. Csak a zseni, aki azt hazudja, hogy ő a zseni, hogy ő a Donald Trump, az kisajátítja magának mindezt. Ehhez a többinek semmi köze. De mi van, ha nem hazudja ezt, csak a tömeg ezt akarja látni folyamatosan. És ő kiszolgálja a tömeget. És ő kiszolgálja, ahogyan a Donald Trump, ahogyan a Barack Obama kiszolgálja a tömeget, ahogyan Adolf Hitler tette, mert a tömeg ezt akarja érezni. Nem, a puzsérság az nincs önmagában, nem létezik önmagában, és semmilyen megfejtést nem rejt, hanem egy szellemi áramlat van, egy szellemi közösség van, és ebbe a közösségbe van a Puzsér, meg a Dinyésgeri, meg a Horváth Oszi becsatornázva. És ez a hálózat, ez az, ami működik, és ez az, aminek a szellemét hordozzuk. Hordozom én a magam esendő módján, hordozzuk mindannyian, amennyire tudjuk, vagy helyesnek, vagy jónak tartjuk. Nincsen ilyen, hogy zseni. És egyszer is mindenkorra le kéne számolni a pont for president felkiáltással. Tehát, hogy az akárki for president, az majd meg fog oldani bármit. Mert soha semmit nem oldott meg a történelemben, és soha a jövőben sem fog megoldani semmit. A zseni helyére kéne állítani a normális embert. A normális embert. Robi, ezek szerintem nem a zsenit, hanem a normális embert képviseled. Nem, de nem képviselem a normális. Egy másfajta embert eszményítek, nem a zsenit. Nem, a szerintem tudod, mi van? Az van, és ezért provokálak, amit mondtam is az előbb az irodalom órával kapcsolatos SMS-re, hogy ez bennünk maradt. Nem hiszünk már annyira benne, mint amikor Hitler idején nagyon hittünk, de egy kicsit azért hiszünk benne. És egy kicsit igaz is. Tudod, hogy miről van szó? Egy kicsit van zseni. Egy hálózat. Meg egy kicsit nincs. Egy hálózattól nem tudod elvárni komoly képpel, talán csak a fantáziát hiányzik hozzá, nem tudod elvárni komoly képpel, hogy megváltson. Egy embertől attól el tudod várni komoly képpel. Tudod miért? Mert ő bele nem látsz bele. Az ő fejében nem látsz bele. Tökéletes projekciós felület. Ő benne valahol ott lehet a bölcsek köre. Roppant gyerekes dolog bárkibe is belelátni. Pontosan. És a zseni kultuszának ez a projekció az alapja. A romantikus zseni kereséséről beszélgetünk az önkényes mérvadóban. Keresetéről. Miért mennyit keres? Egy romantikus zseni? Mhm. Uh-huh. Hát biztos nagyon sokat. Hát attól függ, hogy Jókai, vagy Petőfi, vagy Vörösmarty, vagy Arany. Ugye?
Vagy valaki, vagy arany, jó az arany. Hát igen, az arany. Mm-hmm. Szóval? Arany, Vámház körút 9, Váci utca 13. Szóval az a kérdésem, hogy ha el tudja hitetni mondjuk szerintem egy ilyen Havasi Balázs figura, hogy egy évben egy koncertre ellátogatsz, akkor megoldottad a kultúrát, és ott megkapsz minden fejjel lefele dobolástól a legyetek jók, ha tudtok kórusig egyszerre mindent, és hátra dőlhetsz, és az év maradék részében nézheted a Barátok köztöt. Ha el tudja hitetni ennyi emberrel, hogy egy nagy, alig lenyelhető kultúra tabletában benne van az éves fogyasztás, mint egy multivitaminban, akkor lehet, hogy azért keresnek az emberek egy zsenit, mert mit kövessek én 8-10 embert, meg hogy rakjam össze, legyen egy, azt gazdaságosabb elfogyasztani és követni. Szerintem ez nem a gazdaságosságról szól, szerintem ez arról szól, hogyha van három vezéred, mondjuk a Sanyi vezet engem a politikában, a magánéletben Karcsi, a Jani, meg hát a művészetek terén, ez ebben nem olyan könnyű hinni, hogy miért pont a Sanyi a politikában, miért pont a Jancsi a művészetben, miért nem fordítva, hogy ő az, biztos, hogy ő a legjobb, lehet, hogy a Janinál találok jobbat is, csak egy kicsit keresni kell, vagy lehet, hogy külföldön kéne körülnéznem. Ebben nem olyan könnyű így hinni, viszont, hogyha jön egy Adolf Hitler, és azt mondja, hogy én az életed valamennyi totalitásában, igen, teljességében megváltom, abban rohadt könnyű hinni, mert egyszerűen ezt föltámadt az Isten. Tehát, hogy az Isten ugyanúgy kifürkészhetetlen, mint Hitler. Nem látsz bele, nem tudod, hogy mi zajlik a fejében. Lehet, hogy ott van rajta belül a világító torony. Egyébként lehet, hogy már meséltem, de nekem egy nagy élmény volt, amikor egyszer csak olvastam egy nagyon okos, általam nagyon nagyra tartott embertől, Richard Dawkinstól egyébként, de ez mindegy, aki egyébként a mén fogalmát kitalálta. Bajaim is vannak Richard Dawkinszal. Tehát, aki egy egészen kiváló biológus. Ezt érdekel, amit mondok, vagy csak szeretnéd elmondani, amit te gondolsz. És egészen sokkoló volt, hogy mekkora butaságokat ír. Egyébként nem biológiai témában, hanem másban. És akkor nekem emlékszem... Én ezt akartam mondani, baszki. Igen, ezért gondoltam, hogy helyesebb, hogyha megvárod, mert egy másik hangszínen hallgathatják a hallgatók ugyanazt, amit te mindig szoktál mondani. Jóval kellemesebb, öblösebb, nyugodtabb. Nos, ez nekem életemben egy meghatározó pillanat volt, mert egyszerűen azt éreztem, hogy úristen, itt van az ember, aki zseni, aki nálam sokkal okosabb, sokkal többet tud, és mennyivel butább, mennyivel ostobább, ráadásul úgy, hogy én osztozom abban vele, hogy nem hiszünk egyébként speciál úgy metafizikai értelemben vett Istenben. De abban azért nem osztozol vele, hogy az ateizmus az egy új megváltástan, hát és az ateizmussal meg lehet váltani az emberiséget. De nem a konkrét állítások itt a lényegesek, hanem amikor rájön az ember, hogy nem, nincsenek ilyen értelemben, nincsenek zsenik. Lehetne valaki nagyon jó az egyik területen, és még abban is tévedhet, néha, mint ahogy Einstein is tévedett adott esetben, és egy más területen lehet egy átlagos, míg egy harmadikon az átlagnál tulajdonképpen ostobább, és a szomszéd Karcsi bácsi nála jobb. Szerintem, ha Petőfi öncélúságból tette, amit tett, akkor kidobhatjuk az összes verset. Valójában a szerelem vagy a szabadság óhaja csak eszköz volt számára? De szerintem ez félreértésről van szó. Ő az életét föltette erre a romantikus zseni étoszra. Erre a programra, hogy a zseni megváltja a népét. Megváltja a népét, mert elesik a fronton, de a véréből kisarjad a szabadság. De mégis hozzáfűztük azt, hogy önzőségből. Mert élünk a narcizmus. Volt ennek egy narcisztikus rétege, hát ki tudna ellenállni annak, hogy ő legyen az új Jézus Krisztus. Mennyire nem funky dolog meghalni, ha közben nem is tetszik magadnak az, hogy meghalsz, egy ügyér? Hát a minimum, hogy imádod azt, amit teszel. Bárki, aki kiáll egy színpadra, vagy megír egy könyvet, abban hihetetlen elbizakodottság van, ha belegondoltok. Óriási pofa kell ahhoz, hogy saját ember elé, és azt mond, hogy az úgy van, ahogy én egy gondolom. Egy tanár, így van, de aki ezt a saját nevében teszi, tehát mi korábban ugye nem voltak ilyen személyes hősök, vagy személyes névvel bíró sztárok, addig Petőfi már az volt. Meg Dinnyés Gergellyel, és a zseniről beszélünk, a romantikáról beszélünk,
arról a géniuszról, aki az Isten helyére lép, és a világot megváltja, és a népet elvezeti valamiféle külső cél felé, ami majd a népet boldogítja, és a boldog nép az majd kizárólag ilyen boldog egyénekből fog állni, mert hogy a megváltás az kívül zajlik, nem belül. Néhány SMS. Ha Isten a világító torony, és a zseni a gyufaszál, akkor Jézus világító torony volt, vagy gyufaszál? Egyik se volt. Jézus az lebontott egy régi világító tornyot, és felépített egy újat. Annyiban biztosan nem gyufa, hogy 2000 éve beszélünk róla, az pedig gyufák esetében még Irinyinek sem biztos, hogy sikerülni fog. Azt mondja, hogy tudtom szerint, akiket fel akart szabadítani Gevára, azok árulták el Jézust, hasonlóképpen feszítették meg. Tudtom szerint, ja, bocs, azok árulták el, Jézust hasonlóképpen feszítették meg, de ő erre készítettem, hogy hirtelen, hogy talán a hogy jön az össze, de mindegy, ez egy ilyen science fiction lehetne, hogy az időben visszamegy Gevára, és a trendet csinál, amikor Barabás, na, szóval Jézust hasonlóképpen feszítették meg, de ő erre készült Gevárával ellentét. De nem tudjuk, hogy Gevára mire készült, mindesetre Gevára esetében nekem inkább az az érdekes, hogy ő egy olyan ember volt, aki úgy gondolt, hogy atommal meg kell szórni Floridát, és ennek ellenére ma fiatalok a pólójukra rakják. Ja. Márai megmondta, hogy csak annak hisz, aki egy embernek akar jót, és nem annak, aki mindenkinek. Ugye? Mint a politikus. Ugye, a politikus minden... Az egyik kevés pedig, a másik meg sok. A politikus mindenkinek akar... De nem. Nem, egy embernek segíteni a legnagyobb. Az egy ember az nem kevés. Az egy ember az nem kevés. Az egy ember a segítség mértéke. Egyetlen mértéke. Az egy embert lehet csak megváltani. Az egy embert lehet csak megváltani, mert az egy embernek van lelke. Van megváltható lelke. Az emberiségnek nincs lelke. A tömegnek, a társadalomnak különösen nincs. Egyébként, amikor olvastuk először ezt az SMS-t, akkor erre az Oszi azt mondta, hogy hát igen, Márai, az egy zseni volt. De Márai pont nem zseni volt. Mondtam. Márai, értjük, Márai pont nem zseni volt egyébként. A zsenivel szemben létezik egy másik nagyon erős mém, és ez a mester. Ugye a mester, ő nem pusztán mesterember, ő a mester, a grandmaster. Tehát, hogy ő az, aki a mennyiségi tudást azt maximálisan, kimeríthetetlenül elsajátította. A zseni ehhez képest az, aki mindent teljesít, amit a mester, de annál többet, mert ő, sőt, igazából sőt, nem is kell teljesíteni semmit, amit a mester. A semmiből teremt valami új világot. A semmiből elhamvad, és azonnal születik belőle egy új világ. Hát, hogy a zseni alkot valamit, amit a következő mesterek mind megtanulnak, hogy taníthassák a tanítványaikat belőle. Igen, tehát, hogy, de azt kell, hogy mondjam, hogy a mester... A kettő egybe is eshet? A mester akkor már sokkal hitelesebb a szememben, mint a zseni. Ma a mesternél, tudod, azt gondolom, hogy ő akár lehet is a mester. A zseninél csak a szélhámost látom, aki azt hazudja, hogy ő egy éjszakfog titokidegenség, ahogy Adi írta, és hogy ebből születik majd valami új világ. De Adi már reflektál el. Tehát Adi nagyon jól látja a saját szerepét, és játszik vele folyamatosan. Egyébként pedig a mestere pont az a jellemző, hogy van mestersége, van, amihez ért, és ebben elismeri azt, hogy van olyan, amihez meg nem ért. Tehát az előbbi példát nem maradva, igenis három témakörben lehet három különböző mestered. Igen, mestered lehet, de zsenid, az csak egy lehet. Lehet rosszul öltözött egy zseni? Nem. Már a külső megjelenése is olyan. A zsenihez képest öltözik valaki jól vagy rosszul. Ha hasonlóan öltözik, mint a zseni, akkor jól öltözött. Igen. Tehát mindennek a mértéke a zseni, ugye? Hát a zsenihez képest van ugye a világ. És amikor én a zsenit látom, meg hallom szélhámoskodni, akkor mindig egy ilyen nagyon nagyfokú transzparencia deficitet látok. Tehát azt érzem, hogy itt valaki szélhámoskodik, és a sajátjaként ad át egy csomó olyan kompetenciát, meg skillt, ami hát nem az övé, hanem szerezte valahonnan, tanulta valahonnan. És ő itt most nem azt akarja kommunikálni, hogy ez a világgal kapcsolatban már pedig így van, hiszen tegnap hallottam, és nagyon meggyőző volt, és most megpróbálom elmagyarázni, hogy mennyire így van, hogy beemeljelek téged abba a nagyobb tudásba, amiben most nekem részem van, hanem ő azt mondja, hogy én alámerítelek téged a zsenimben, és ahogyan te abból kiemelkedsz, egy más, egy megváltott ember leszel. Mi a zseninek az állítása? Az, hogy ő magától tud mindent. A titokból. Abból a titokból, ami belül van, abból fejti ki a mindent.
és ha mindennél is többet, az új világot. Valójában, hogyha én belegondolok abba, hogy amit én gondolok, azt vajon én gondolom-e, a töredékét sem. Annak, amit én gondolok, a 80%-áról az engem körülvevő emberek győztek meg engem. 5 évvel ezelőtt, 10 évvel ezelőtt a felét se gondoltam úgy, ahogy most gondolom, és azért gondolom most úgy, ahogy gondolom, mert azok az emberek, akik körülvesznek engem, akik szintén nem zsenik, hanem csak adott esetben jobban értesült emberek, adott esetben jobban átgondoltak egy-két dolgot, mint én, meggyőztek engem arról, beemeltek a világukba, és én azt a világot, amiben ők beemeltek engem, integráltam a magaméba. És aztán ezt, aki úgy adja elő, hogy na ez aztán a zsenialitás, na az a legnagyobb szélhámos. És az az, akitől az Isten óvjon meg mindenkit. Zoli szerint Márai félisten, viszont azt írja valaki más, hogy bocsánat, zseni helyett nagy emberre gondoltam, ezt most nem tudom, hogy melyik. Dolph Lundgren. Azt mondja, sziasztok, Petőfi kívülről szemlélve nem egy romkocsmában lakó nagyképű hipster volt, egy nagyon tehetséges romkocsmában lakó nagyképű hipster. Hát nem. Nagyon sok nagyon szempontból, nem. Nagyon sok szempontból nem. Egy romkocsmában lakó nagyképű hipster soha nem adná az életét semmiért. Semmiért, semmi pénzért. Nemhogy az életét, a cipőjét, a jószabású nadrágját nem adná oda semmi pénzért. Nemhogy az életét. Petőfi az életét odadobta ennek a szerepnek. Ha valami, akkor hipster nem volt. Ezen kívül egy romkocsmában lakó hipsterhez nekem nem kapcsolódik a szorgalom, a teljesítmény, míg mondjuk Petőfinek nem csak a tehetsége volt nagy, ő rettenetes munkát beletett, mondjuk említetted az utolsó nagy munkáját, de ezen kívül fordított ő angolból, meg csinált mindenféle dolgokat, amiben hát kemény meló volt. Ezen kívül a hipster az mindenképpen pozőr, és ebben egyezhet Petőfivel, de a hipster az nem progresszív, hanem ő egy anti-mainstream. Egy olyan ember a hipster, aki folyamatosan azt bizonyítja, hogy ő mennyire különbözik mindenkitől, és ezáltal alkot egy olyan csoportot, ami viszont nagyon egyforma és homogén. Mindenkinek szakálla van, mindenkinek, mit tudom én, hipster kávét kell inni, aki hipster. Igen, de amikor a hipsterségben a szakál túlsúlyra jut, akkor hirtelen megborotválkoznak, és mind borotvált lesz. Ezt és miért, akkor az ezt lesz nekem a hipsterség. Most miért mondtad, Robi? Most ez nem rád vonatkozik. De hogy arról van szó, hogy a hipster is időről időre szembe kerül azzal, hogy jajaj, ez most már lassan átlagos, gyorsan hipsterizáljunk rajta. A hipster túl mainstream, Petőfi viszont még mindig menő. Azt mondja egy SMS író, oké, mindenki mások tudásából táplálkozik, de ettől még megláthat új összefüggéseket, ami az övé. Ennyire nem kell relativizálni, hogy mi a tiéd. Én művész közegben nőttem föl, és mindenki azon problémázik, hogy akármit alkot, az reflektál valamire, valakire, és ezen stresszelnek, de attól még, hogy valami hasonló minimálisan, attól még lehet több vagy más. Hát ezt nagyon másként látjuk. De szerintem. Mit kell ezen stresszelni? Ez a legtermészetesebb dolog, hogy mindenki, aki alkot valamit, az valakinek a vállán áll, az reflektál valamire, az millió, a világ millió ingeréből főzi össze azt, ami végül aztán az övé. Kérdés, hogy millió ingerből, vagy egy valakinek az alkotásainak az ingereiből, hogy egy ilyen abszolút követője valakinek, mert akkor tehetséges, ám de egy rupót nem ér külön, vagy nem alkot újat. És egyébként tök nagy művészek... Ha már hat dologra hasonlít, akkor már kész is van, és újat alkotott belőle. Tök nagy művészek folyamatosan reflektálnak korábbiakra, kortársaikra, idézik őket, és ez nem jelent nekik gondot. Ez valahol a tehetségtelenségnek a kínja, amikor azt érzed, hogy hú, ennek egyedibnek kéne lenni, fú, ennek jobbnak kéne lenni, mert ez nem olyan, mint amit a zsenik szoktak csinálni. Hát nem így kéne látni ezt az egészet talán. A zsenik sem úgy szokták csinálni azt, hanem mondjuk tehetségesebbek az adott műfajban. Meg nem egy zsenihez kéne, zseni alkotásaihoz kéne mérded a saját alkotásaidat, vagy valakihez, akit te zseninek vélsz, hanem talán abból kéne kiindulni, hogy ez az alkotás önmagában kellően reflektál-e a létezésre. És lehet, hogy egy művészt frusztrál az, és biztos, hogy ez nagyon kemény dolog, hogy én elég tehetséges vagyok-e. De ez nem azzal függ szerintem össze, hogy idézem-e, meg reflektálok-e az elődökre. Ez egy valószínűleg egy művész számára egy állandó és nyomasztó kérdés lehet, vagy pedig egyáltalán nem törődik vele.
ez a zseniség, ez nem más, mint egy pánikreakció arra föl, hogy megöltük az Istent. Megöltük az Istent, és most gyorsan, segítség, kétségbe esettem, valakit be kell rántani a helyére, mielőtt fölébred a pán, és észreveszi, hogy baj van. Mielőtt a természet órája megakad. Vagy mielőtt a telet nem a tavasz követi, hanem az ősz. Vagy valami nagy, jóvá tehetetlen baj történik, gyorsan egy zsenit ráncsunk elő valahonnan, hazudjuk az embert Istennek. Ez a zseni. Ez a zseni, az ember Istennek hazudása a zseni, és nincs zseni. Az előző SMS író annyit írt még, hogy valószínűleg a romantikus zsenik akarnak lenni, és ettől szenvednek. Pontosan. Igen, hát mi azt tudjuk itt művészetben talán kevésbé tehetségesként, kivéve az Oszit, tanácsolni, hogy ne akarjanak zsenik lenni, mert akkor rá fognak valamilyen módon faragni. Egyébként lehet, hogy úgy, hogy föladják az egészet, lehet, hogy úgy, hogy pedig Segesvárnál elesnek. Mind a kettő kemény. Manapság szerintem az alkoholizmus választják inkább a Segesvár helyet. A Steve Jobs, az Apple alapítója, vagy az Elon Musk, aki a Tesla autókat forgalmazza, az ő zseni kultuszuk, az ő istenítésük, az messze meghaladja a Barack Obamáknak, vagy a Donald Trumpoknak a kultuszát. Tehát a Barack Obamák, meg a Donald Trumpok, azok nem is álmodhatnak olyan mértékű személyi kultuszról. Ők őtőlük legfeljebb azt várják, hogy tegyék Amerikát újra nagyjá, de nem várják tőlük azt, hogy foglalják el Kanadát, hogy megváltsák az emberiség, hogy a technológia által az emberi fajt megváltsák. Ez a mítosz, ez az étosz, hogy a technológia és a technológiát uraló zseni, ugye az Elon Musk, meg a Steve Jobs. Mintha nem több ezer mérnöknek ilyen kemény rajzasztalnál, meg számítógépnél, meg programozással töltött órája csinálná pontosan a dolgot. Pontosan, és egyetlen pszichopata ezt az egészet kisajátítja, ezt az egészet lenyúlja, és úgy adja elő egy ilyen prezentáció keretében, hogy na itt a Steve Jobs-ság. És most már a földbolygó keretein is túl, tehát már konkrétan állandóan a Marsról beszél, mert hogy neki a földbolygó már kicsi, az ő géniuszának. És a legszörnyűbb, hogy ezek elhiszik, és el akarják hitetni, és nem veszik észre. A legszörnyűbb, hogy nagyon sokan elhiszik. Tehát, hogy ők maguk elhiszik, szerintem van, nincs semmi. Hát személyesen is ismerünk biztos egy-két embert, aki magáról ilyeneket hisz. Lehet, hogy nem beszélgetünk velük túl sokat, de hogy ezeket a prezentációkat várják, hogy jaj, most lesz, most már Steve Jobs ugye nem prezentál, de mikor annak idején, hogy most lesz a bemutató, és akkor ott nem csak pusztán egy új készüléket mutatnak be, hanem a világ új irányát, hogy merre megy tovább, hogy mi lesz itt velünk tulajdonképpen, azt most megtudjuk, mert a Trumptól nem azt tudjuk meg, hogy mi lesz a világgal, hogy pitján el dolgokat, hogy most visszavonja az egészségbiztosítást, megszólja atommal Észak-Koreát, de nem ez az emberiség jövője, érezzük. A megváltás az egy metafizikai folyamat. A modern ember a metafizikától elszakadt, ezért a megváltást átkonvertálta a technológiai síkra, a technológiai fejlődéstől, a technológia differenciálódásától, az ember helyzetének egyre kényelmesebb tételétől várja a megváltást. Vannak azok az emberek, akik elolvassák mondjuk ennek a Steve Jobsnak az életéről szóló könyvet. És istenként tisztelik, és nincs a könyves polcukon még három életrajzi könyv, hanem ez az egy van. Lehet, hogy van 460 mindenféle kötet, de hogy akit ő követne, és akivel egyé akar válni, az egy, és nem négy, és nem 16. És ez szerintem hiba. Úgy, ahogy hiba lekicsinleni a fickónak a látomásait, és a világra gyakorolt hatását. Csak mert az fantasztikus. Én ezt a hibát hajlamos vagyok elkövetni. Akkor én hibás vagyok. De én meg tudod, azt gondolom, hogy az nem az ő víziója. Az megint csak 15 ember víziója, amit ő lenyúl. Gátlástalanul, pontosan ezt a mémet meglovagolva, ezt a zseni mémet meglovagolva, azt, hogy az emberek hinni akarnak az egy megváltóban, mert nem vették észre, hogy ezt a szélhámosságot a Hitler egyszer már kiégette. Tehát, hogy ezt a szerepet Hitler elégette. De itt most nem a politikában fogjuk megváltani, hanem a technológiában, és akkor az egész más, és akkor már is működni fog. Egyik haverom szerint, mert nem az én haverom szerint, az SMS író haverja szerint, Steve Jobs tudott utazni a jövőbe, kivéve, hogyha van egy közös haverunk az SMS író, és ez pont az, de én nem tudok erről. Szóval tudott utazni a jövőbe, megnézte, hogy mi lesz,
menő technológia, aztán megvalósította a jelenben. Na, ezek szerint a jövőben sem számíthatunk, és bocsánat a morbidságért, a rák gyógyítására. Se az időgépre, mert hogyha Steve Jobs tudott utazni az időben, megnézte, hogy mi a menő, és mégse az időgépet hozta forgalomba, akkor az nyilván hót szar. Nem? Hagyjad már, itt az okostelefon, jó lesz az. Bírod az időgépet? Na, csicskagyász az időgép. Jó, hát akkor mindegy. Az időgépet mikor találták föl? A gyerekek az időgépet mikor találták föl, mert Steve Jobs utazott. Igen. Mikor találtad? Teljesen mindegy. A múltban, vagy a jövőben? Jövőben. Mindenképp a jövőben. Biztos vagyok benne. De hogy ment oda, hogy Steve Jobs előtte? Egyszerűen neki. Csak megöregedett. Ja, és aztán visszautazott ide. És belehalt. Egyik haverom szerint Steve Jobs tudott utazni. Erről beszélünk. Erről beszélünk, hogy van akinek... De én visszautaztam az időben. Van olyan, akinek van haverja. Olyan, hogy Steve Jobs utazik a haverjának a fejében az időben. Azért nem kis dolog. Mentálisan utazott, írja az SMS író. Az a fantázia, nyaralni víz az álomhajó, ezt ismerjük. Így mi is tudunk. Mentálisan utazni, köszönjük. Panellakásban kint esik a hó, pont olyan, mintha a hajón lennék. Pont olyan, mintha a trópuson lennék, valóban. 2-3 éve föltaláltam az időutazást, akkor most elmondom. A múltban úgy kell visszautazni, hogy nem követsz el olyan hibákat, ami miatt vissza kellene menni. A jövőbe pedig úgy kell utazni, hogy vársz. De várjál is, ha nem vársz, akkor nem utazol a jövőbe? De ebben még mindig vársz, most is utazol. Ebből lehetne ilyen könyvjelzőt gyártani, vagy szőttes, vagy nem tudom, és ilyen horvát Coelho Oscar. Nagymamám találkozása az időgéppel és David Bowie-val. Azt mondja az SMS író, még ugyanaz, akinek közös vagy nem közös haverunk a jövőben utazó Steve Jobsról számolt be, hogy hogyan lehetséges technológiailag ez a jövőutazás, nem iFuture géppel, hanem azt írja, hogy LSD, meditáció, ilyenek. Az ilyeneket ajánlom különösen. De ezek kettő mennyiben hasonlít egymásra? De mind a kettőt egy bélyeg. Ja, nem. Nem. Egyébként azért vannak közös elemek, mert azért egótlanít mindkettő valamilyen módon. A lényeg, hogy az LSD meg a meditáció az egyetlen Steve Jobsot sem segített még hozzá ahhoz, hogy felütöljön a fantáziájában az érintő képernyő. Tehát, hogy ez pláne nem egótlanította. És pláne nem tervezte meg azt a gépet, ami le is gyártja ezt az érintő képernyőt. Egy pszichopata annyit LSD-zhet, amennyi belefér az arcába, meg annyit meditálhat, amennyi az idejéből kitelik, soha nem fog egótlanodni, az tuti. Sziasztok, Leonardo da Vinci zseni volt, nem? Kérdezi. Úristen, hogy lett volna zseni, de hát akkor még nem is létezett ez a fogalom Leonardo idejében, hogy a zseni, hát a reneszánszban még nem létezett, ez visszavetíted ezt a fogalmat az időben Leonardohoz, hogy zseni. Ez olyan, mintha azt mondanám, hogy a kacsacsőrű emlős természettudós volt. Azt írja Fruzsi da Vincivel kapcsolatban, hogy akkoriban az ő tudása és tehetsége zsenivé tehette, de ha most élne, már nem minősülne annak. Szerintem itt arról van szó, hogy Leonardo az egyik első olyan képet, természetesen nem csak Leonardo-ról kell beszélni, hanem mindig Raffaello, Donatello és Michelangelo, mert így négyen voltak együtt, igazán jó csapat. Tehát, hogy Leonardo az egyik első olyan kép, akit egyébként inkább utólag leírva... Plusz a Ferrero, bocs. Vagy hogy? Az ki? Semmi, az csokoládé és ja. Nem Tini Ninja Technőc vonalon csatlakozik. Én nem a Tini Ninja Technőc. Ja, hogy ezeket pont úgy hívják. Na, rohagy meg! Oh. Én a pizzériának a négy kajájára gondoltam. De én most már értem egy kicsit az egész világot. Szóval, hogy utólag, amikor visszanézzük, persze Mozart zseni, Leonardo zseni, de látjuk ezeket a zseniket, de ez az egész abból adódik, hogy a romantika megtanított minket ekként szemlélni az embereket, a művészeket, világos, a világtörténelmet. Nem zseni. Azt kérdezi, mi van azokkal, hogy zseni csak szerintem helyén kell ezt a fogalmat kezelni. Mi van azokkal, akik már 8 évesen komponáltak? És nem estek a vízbe. Ők honnan? Nem lehetnek még mesterek, ergo zsenik? Hát minimum 3-4 évesen komponáljon, nekem 8 évesen, már neked, ne is kezdje el. A mesterből hol következik a zseni? Hogy érted, hogy mesterek ergo zsenik? Akik 8 évesen komponáltak, ők sem zsenik. És csak pláne nagyon, nem mesterek. Csak kimagaslóan tehetségesek a zenében. Ennyi. Burjánzó tehetségük van egy téren. Ennyi. Nem minden téren. Nincs ilyen, hogy zseni. Ezt felejtsd már el.
Nem a zsenivel van a baj, hanem a társadalmi helyzetével, vagy ahova ti képzelitek. De nem az, hogy mi képzeljük, hát mi inkább egy picit dekonstruáljuk ezt a zseni fogalmat. Szerintem a társadalom nagyon éhes ezekre a zsenikre. Lehet használni a zseniszót, tehát én a Robival... nincsen nem, zseni, nem mert mi irigyek vagyunk. Igen, nincsenek zsenik, mert mi nem vagyunk azok. A jó művész másol, a nagy pedig lop. Mondta Steve Jobs egy interjúban, hivatkozott rá a Robi az előbb. Amire megjegyeztem, hogy szerintem ezt nem ő mondta, hanem valaki más, talán Picasso, vagy... Pikachu, vagy valaki? Pikachu. Hát igazából a Jobs hivatkozott Picasso-ra, és akkor valaki utána ment a mondásnak, hogy ez egy 1892-es német magazinban még úgy hangzott, hogy a kicsi és a nagy költők között van különbség, és az 1900-as években T.S. Eliot ezt az idézetet kiterjesztette arra, hogy a jó művész, vagy a kis művész és a nagy művész, azaz az egyik az másol, a másik pedig már lop. Aztán Peter Yatesen és William Faulkneren is keresztül ment, a Faulknernél már azt mondja, hogy az éretlen művészek másolnak, a nagy művészek pedig lopnak, tehát hogy ilyen szükségszerűen, ha nagyjá akarsz válni, akkor el kell, hogy juss idáig, és akkor 88-ban egy újságcikkben a Steve Jobs ezt már Picassohoz csatolta, és ő fogalmazta úgy, hogy a jó művész másol, a zseniális pedig lop. Talán arról nem feledkezett meg ez a kis rövid leírás, hogy amikor 1894-ben a német magazin rögzítette ezt a idézetet, akkor egy fekete garbos úriember közölte velük. Nagyon furcsa cipőben, amelyet még nem láttunk itt. Majd megnyalta a bélyeget, és azonnal távozott. A jó művész másol, a nagy művész lop, és akkor annak meg annyi változata is az egész genealógiája és evolúciója ennek a mondásnak, ami meg annyi kis öszödi beszéd. Mindegyik leleplezi, pontosan úgy, ahogy a Gyurcsány az öszödi beszéddel leleplezi ezt a nagy, az MSZP, gigantikus az MSZP szélhámosságot, előtt, vagy ezt a gigantikus szélhámosságot, ezt a hazugságot a zseniről. Mi az állítás? A jó művész másol, a nagy művész lop. Tehát föl sem merül az, amit a zseni hazudik magáról, hogy magából fejti ki az új világot, és belőle csírázik egy szabadabb, boldogabb, kényelmesebb, komfortosabb, teljesebb világ. Szó nincs arról. Tehát ez lehetőségként sem merül fel, hogy bármilyen művész magától tud valamit. Két változat van. A másoló művész, a nagy művész, aki lop, továbbá a nem művész, amelyik nem teszi egyiket sem, hanem mondjuk úgy képzeli, hogy ő valamit is alkot. Tehát, hogy ez eleve leleplezi ezt az egész szélhámosságot, csak ebből kéne kiindulni. De ez csak elismeri az influencia, a befolyás intézményét, hogy a kezdetleges művész még csak a gyakorlatot, az ecsetforgatást gyakorolja, és ezért másol, hogy elsajátítsa a technikát. A nagy művész viszont felülemelkedik azon, hogy minden alkotásra hasonlítani fog valami már létezőre, és azt mondja, hogy gyerekek, enélkül nem tudok újat alkotni, elégedjetek meg azzal, hogy nem egy forrásból lopok, azaz másolok, hanem több forrásból. Én ezt úgy fogalmaznám meg saját szavaimmal, hogy nincs új a nap alatt. Hogyha mindenben találni valamit, ami már létezett. Ez most irónia volt, és ha nem nevettél, akkor nagyon rossz volt. Én vagyok hülye. Szóval hogyha van egy olyan műalkotás, amit te meg tudsz valósítani, és ami a te elképzeléseid szerint hordozza azt az élményt, ami a te szubjektumodat éri a világból, az értelemszerűen azt fogja eredményezni, hogy sokan úgy fognak tekinteni rád, mint zsenire. Aztán a te egód már abban lesz érdekelt, hogy ebben magadat megerősítsd. Csak hogy ott van az emlékezetedben meg annyi alkalom, ahányszor valahonnan elszedtél valamit, elvettél valamit, lemásoltál valamit, vagy még inkább loptál valamit, igazán nagy művész vagy, akkor loptál valamit, és érzékeled ezt az eredetiség deficitet a zseni étoszhoz képest, amely zseni étoszt te így hirdetsz magadról, meg amelyet kiszolgálsz a közönséged felé. És akkor ezt a kognitív diszonanciát ezekkel a mondásokkal lehet redukálni. A jó művész máshol, nagy művész lop. Kaptunk üzeneteket, azt írja a hallgató. Ha Leonardo nem is nevezhető mai terminológiával zseninek, elég, ha létezik egy társadalmi konszenzus arról, hogy ő zseni. Ez azzá teszi. Persze, csak a romantikus zseninek az a fajta képzete,
hogy ő az a lánglelkű vezető és útmutató és ízlésadó és formáló. Mi erről beszélünk alapvetően, hogy Leonardo egyébként számos dologban, művészetekben, részben, tudományban és nagyot alkotott és hatalmas tehetségű, különleges művész volt, vagy tudós féle is volt, ezt mi nem tagadjuk. Tulajdonképpen a reneszánsz ember, ez a Leonardo-val születő figura, igen, aki mindenhez kogyít, meg mindenhez ért, mert a tudományterületek, a művészet területei, ezek összeérnek. És ő ebből egy ilyen átfogó tudást alkot, formál, ez egy kimagasló tehetség. Valóban. Csak annak az évszázadnak utólag mondjuk a terminológiája a reneszánsz ember, mondjuk a romantikáé meg a géniusz. Igen. Van egy könyv, ami nagyjából erről a zseni témáról szól. Talent is Overrated a címe. Hát egy zseniális könyv, gondolom. Mozart kontra Salieri, a zseni és a mester legjobb példája. Hmm. Hát egyáltalán nem, én úgy gondolom. A Mozart kontra Salieri az kifejezetten a tehetség és a középszerűség legjobb példája. Ezt a mesternek zseni fogalmakat ezekre a figurákra rávetíteni szerintem nincs értelmezve. A Mozartban nem volt semmi olyan, tehát hogy mondjam, a Mozart nem akarta megváltani a világot a tehetségével, egyszerűen csak szólt a zene a fejében, és ő leírta. Egy hatalmas feszítő tehetsége volt. Egyébként a Mozart-Salieri történet, az mint valós történet nem történt meg, és nem így történt meg, viszont készült róla zseniális film, illetve könyv, Péter Schaeffernek nagyon jól drámájában megragadja, egészen zseniálisan megragadja a középszerűségnek a drámáját. Annak, amikor valamit nagyon szeretnél, és érzed, hogy mennyivel vagy tehetségtelenebb abban a dologban, mint valaki más, aki semmit sem tesz esetleg érte, és mégis egészen kimagasló, szikrázó tehetség. De Salieri nem mester volt, és ilyen értelme nem is, el is felejtettük őt tulajdonképpen, és ez a történet hozta őt vissza, ami egyébként meg nem történt meg vele, meg semmiképp sem így történt meg vele. A Péter Schaeffernek akár az Equus, akár az Amadeus című darabja, mind a kettő arról szól, hogy az ember kihívja az Istent. Salierinek valójában nem Mozarttal van konfliktusa. Salierinek a teremtő Istennel van konfliktusa. Hogy lehet, hogy neki nem adott ennek a semmire kellőnek meg ilyen sokat, ilyen hihetetlen bőkezően? Ha volna nagy, akkor volna kicsi is. Szerintem se rossz, se kicsi művészet nincs. Az egyszerűen nem az, és a többi. Zárcsökkentés. De az hogy jön ide? Valaki azt írja, az emberek nem abban az értelemben szokták használni a zseni szót, mint amiről ti beszéltek. De például Robi is nevezte Achilles zseninek a Trója kapcsán. Ami szintén nem reneszánsz a hétmester lövészében. Jó. Oké, okay, tehát még egyszer mi most a romantikus zseniről beszélünk, és hogy ne kell mindig ezt az R betűs szót kirecsegnünk, ezért aztán röviden zsenit mondunk. A Robi pedig azt mondja, hogy olyan nincs, de ettől még zseni az van, csak az nem az a romantikus géniusz, aki lánglelküként magát égetve. Most akkor van vagy nincs, mert most már mindent állítottunk. Hát ezért vagyunk hárman, hát de pont azt mondom, hogy van vagy nincs. A lényeg az, hogy van és nincs. Köszönjük. Szerintem a véleményem mondom. Ricsi írja az előbbi idézetnek az egyik korcsút formáját. A rossz művész egy valakitől lop, a jó művész soktól. Ez sokkal érthetőbben fogalmazza meg, ahogy én értelmezem egyébként a mondatot. De a nem lopás föl sem merül, mint lehetőség a művész előtt. Tehát, hogy ez a nem másol, nem lop, nem művész. Ez lenne valójában a művészet? Ez lenne a lopás és a másolás közötti választás lehet? Ezt jelenteni a művészet? A külső szemlélőként én bármilyen újdonsült, mondjuk 50 évnél nem régebbi zene számba belemagyarázom, hogy honnan lopta, vagy azt, hogy mennyire eredeti. Szerintem amit még fontos, hogy, és itt van a romantikus zseninek az ideájának szerintem az egyik nagyon fontos eleme, hogy az egész élete egy műalkotás, míg a korábbi művész az csak létrehoz egy művet, addig Petőfi Byron minden pillanatában, tehát amikor ráül a WC-re, amikor föláll a WC-ről, amikor lábat mos, és a lábujjai között is a kis koszt kimossa, ő akkor is éppen az univerzum rendjét állítja helyre. Ez a zseni, ez a zseni. És ahogy aztán meghal. Tehát mi ennek az ideának
hát nem mondom a létét tagadjuk, mert az ide az nagyon erős, mint mém, nagyon erős. Mi arról beszéltünk itt, vagy próbáltunk meg beszélni, hogy... hogy minden szélhámosság. És hogy nem referál a valóságra. Ról. Még mindig a művészetről beszéltek? Miért nem az... igazvészetről. Az igazvészetről. Legközelebb. Na jó, találkozunk, héten, és csak, a, csak kizárólag az igazvészetről lesz szó. Sziasztok. Ez volt az önkényes mérvadó. Mára Dínyés Geri, Fuzsér Robi és Horváth Oszkár és a ti társaságotokban. Sziasztok.